Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. Komolyan úgy készültünk a mai mérkőzésre, hogy hittünk abban, hogy akár még győzelmi esélyeink is lehetnek, hiszen tudtuk azt, hogy egy nagyon kreatív és támadó szellemi csapattal fogunk ma játszani, akinek van terület a labdavesztés után, esetleg erre készültünk. Ezeket azt gondolom, hogy részben sikerült is megcsinálni. Nagyon nem szeretem a szimpatikus vesztes szerepet, ami ma ránk hárult, de azt gondolom, hogy nincsen szégyenkezni valami. 2-0-ra sikerült vezetnünk az első félidőben, és hát szépen kiengedtük a kezünkből ezt a két gólos előnyt. Ezt nem szabott volna, ezért lett izgalmas a mérkőzés. Legközelebb erre jobban oda kell figyelni. Mit mondott a szünetben Horváth Ferenc? Azt kérte tőlünk, hogy az utolsó cseppférünkig küzdjünk, amit úgy gondolom, hogy a csapat be is tartott. Nagyon örülök neki, hogy sikerült nyerni. Úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nem arról szólt, hogy ki futbolozott jobban, vagy ki passzolt pontosabban, ki lőtt pontosabban, hanem arról, hogy ki akarta jobban ezt a győzelmet, és szerintem ezt ma mi akartuk jobban. A pálya talaja az teljesen irreálissá tette a mi játékunkat, főleg a második félidei része. Inkább a küzdelem dominált, amiből azt hiszem, hogy a mai nap jelesre vizsgáztunk, hiszen minden játékosomon látni lehetett azt, hogy meg akarja nyerni ezt a mérkőzést. Külön kiemelném a három cserét, aki pályára lépett, nagyon sokat lendítettek a csapaton. Nagyon örömteli az, hogy ilyen játékosaink ülnek a padon. Az első fél időben egy megnyert mérkőzést, nem mondom, hogy elszórakoztunk, mert ezen talán bármi megtörténhetett. Egy megnyert mérkőzésből jött vissza a Honvéd, akinek gratulálok, mert látszott, hogy ők is szeretnék ezt a mérkőzést megnyerni. Talán jobb is olyan csapatok ellen játszani, akik szintén a győzelemre törekednek. Nagyon boldog vagyok, hogy ha ilyen módon is, de sikerült a mérkőzést megnyerni. Nagyon sok olyan fiatal játékosunk van, akik vagy már készek, vagy a jövőben készek lesznek arra, hogy NB1-be játszanak. Ezeknek a játékosoknak lehetőséget kell adni, perceket kell adni az NB1-ben, de ugyanakkor tudni kell, hogy lehet olyan hiba, vagy lehet olyan önbizalomvesztés, ami miatt esetleg mérkőzésekbe kerülhet. De úgy érzem, hogy előbb-utóbb be fogjuk bizonyítani azt, és látni fogják a szurkolók is, hogy vannak olyan tehetségeink, akik meg tudják állni a helyüket. Egyáltalán nem akart elállni az eső, hogyan lehet ilyenkor alkalmazkodni ez a pályához? Hát így, gyakorlatilag nem nagyon volt ez, tehát nem volt szép játék, ezzel meg kellett birkóznunk, vannak ilyen mérkőzések is, ez most így alakult, mondom még egyszer, annak nagyon örülök, hogy sikerült nyerni, 4 gólt rúgtunk, úgyhogy ez mindenképpen dicséret illeti a csapatot. Minden egyes lehetőség, minden egyes gól, minden egyes támadás siker volt ellenük, azok után, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe 2-2-nél, én komolyan úgy éreztem, hogy esetleg van esélyünk egy kontrából meglógni. Ezt ugye a vizes pálya nem segítette, de sajnálom, ugyanis tényleg hittem abból, hogy tudunk győzni. Ez nem sikerült, beigazolódott a papírforma, de nem adjuk ilyen könnyen magunkat. Lássuk be azért, hogy egyre kevesebb annak az esélye, hogy bajnokok tudunk lenni, nem hiszem, hogy Debrecen 2 meccsből 2-t fog hibázni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép eredmény lenne, hogyha másodikok lennünk az is, hiszen egy nagyon remek tavasz produkáltunk, amire büszkék lehetünk. Büszke lehetek én is, és büszkék lehetnek a játékosok is.